Megteltek a kávézók, sörözők megnyithattak, a diszkók még nem. Enyhítések, újra használhatják a játszótereket. Orvos, vállalkozó, kézilabdaklub, idén is odaítélték a Procivitate díjakat. Jó estét kívánok, május 20-a van, ez pedig az aktuális. A kávézók és sörözők szabadtéri helységei után hétfőtől a zárt területekre is várják a szórakozni vágyókat. Ahogy az egész országban, Gyöngyösön is nagy a nyüzsgés esténként, aminek a vendéglátóhelyek üzemeltetői és a vendégek is örülnek. Megújult a terasz, a másfél hónapos zárvatartás alatt sem tétlenkedtek az itt dolgozók. Csiszoltak, takarítottak, hogy megfelelő környezet fogadja a visszatérő vendégeket. Május 4-től szinte minden este foglalt az összes szék. A fiatalok már nagyon várták, hogy újból találkozhassanak a barátaikkal. Első nap délutánján, estén már mindenki igen jó kedvel távozott tőlünk, ami nem feltétlenül az akcióséges kávénak köszönhető. Kedden szerencsére már a hétvégére szinte az összes asztalunk le volt foglalva a kerthelyiségbe, úgyhogy ez is bizonyítja, hogy bizony nagyon, nagyon várták már az emberek, hogy kiszabadulhassanak otthon és társaságban emberek között lehessenek. Iskola még nincs, az érettségik is befejeződtek, így sokan ünnepelnek, és mint megtudtuk, az érvényes korlátozások nem befolyásolják a hangulatot, mindenki betartotta a szabályokat. Nekünk kell most a maszkot viselni, a vendégeknek nem. Ugye most hétfőtől, ehétől már a lenti zárt térben is tartózkodhatnak a vendégeink, ugye megfelelő intézkedésekhez igazodva, illetve mi még egy annyi saját hatáskörön belüli intézkedést foganasítottunk, hogy a bárpulthoz még nem engedjük leülni az embereket, hogy ne az legyen, hogy egymáson keresztül kérjék ki az italt. Az üzletvezető azt mondja, a milliós nagyságrendű kiesést pótolni nem lehet, hiszen a rezsit, munkabért fizetni kellett, de érezhetően nagyobb a forgalom már hétköznap is. Elindult tehát az éjszakai élet, de a diszkók továbbra is zárva maradnak. Van, aki a kormányrendelet finomításában bízik, és reméli, hogy a nyári bulikat meg lehet tartani, és van, aki online közvetítéssel próbálja szórakoztatni a közönséget. Bár esküvőket 200 főig már lehet tartani, és DJ is dolgozhat lakziban, de a diszkózni még szabadtéren sem lehet. A törvény szerint egy lemezlovas csak háttérzenét szolgáltathat egy rendezvényen. Hogyha mi olyan felkérést kapunk, hogy esetleg egy strandon kellene egy késő délutáni medencés partit megcsinálni, ami ugye elméletileg engedélyezett, hiszen csak háttérzenét szolgáltatunk, és a strandon vagyunk, de hogyha ez átfordul egy táncos mulatságba, akkor ott nekünk azt le kell állítani, ezt a mulatságot, és nem lehet DJ-nek táncos mulatságot csinálni. Gyöngyös legnagyobb szórakozó helyén bíznak abban, hogy módosul a törvényi szabályozás, és ha kicsit később is, de elindul a nyári buli sorozat náluk. Februárban Péter Fibori tartotta a nyitó koncertet a Kulti klubban, azóta azonban üresen áll a színpad. A tervezett koncerteket elhalasztották, de új környezetben online fogják a zenekarokkal szórakoztatni az érdeklődőket. A művelődési központ tetején rögzítik a koncertek egy részét. Ez majd a YouTube csatornákon induló új programunk lesz, ahol online koncerteket fognak majd a nézők és a hallgatók majd megtekinteni. Milyen zenekarok lesznek? Helyi zenekarokban gondolkoztunk, itt lesz a Hisze a Piszi, Erős Pista, Lépjünk a Holdra, DJ Matthias, Katona Kornél és még sokan mások. Aki közelebbről szeretné átélni a koncert hangulatot, a tervek szerint a Barátok terén kivetítőn nézheti és hallhatja a koncertet. Gangsta Zoli márciusi fellépését szeptember 25-ére módosították, és bíznak abban, hogy onnantól minden hétvégén pörögni fog az élet az Újvárosi klubban. Ismét lehet használni a szabadtéri játszótereket. A tiszti főorvos ajánlása alapján Gyöngyösön is lefertőtlenítették a játékokat és a kültéri fitness eszközöket. Boldogan libikókáznak és hintáznak a kicsik a Bugátpál téren lévő játszótéren. Két hónap után, múlt héten, hétfőn vehették újra birtokba a gyerekek a játszótereket. Ezeken a képeken a játékok fertőtlenítését láthatjuk, amit a Városgondozási ZRT köztisztasági üzletágának munkatársai végeztek el, így a játszóterek tisztán várták az újranyitást követően a kicsiket. Továbbra is szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy szülők, akik gyerekekkel mennek, akkor a játszóeszközök használata után kézmosás vagy kézfertőtlenítés nagyon fontos, mert ez egy egyszeri fertőtlenítés volt, és a későbbiekben, ha ott olyan személy járt, aki esetleg fertőzött, akkor ugye a fertőzést továbbadhatja ezeken az eszközökön keresztül. Első körben április elejétől azokat a közterületeket, orvosi rendelők és nagyobb üzlethelyiségek környékét fertőtlenítették, ahol nagyobb létszámban fordulnak meg emberek, tette hozzá az igazgató. Az összes fertőtlenítést, beleértve a nyilvános illemhelyeket is, bruttó 600 ezer forintból végezték el. Voltak olyan akcióink, amivel a Mátraházi, illetve a Mátrafüredi nyilvános WC környékét fertőtlenítettük, volt a belvárosra koncentrálódó fertőtlenítés, volt a 80-as városrészben a Dombon, tehát azért igyekeztünk azokat a forgalmas helyeket fertőtleníteni több alkalommal is, ahol sok ember megfordult, és esetleg a vírus veszély fokozottabbá vált. A nyitás ellenére ajánlott, hogy zsúfolt játszótérre a szülők ne vigyék a gyerekeket, és a törlőkendő használata is javasolt. Hazaérkezés után pedig kezet kell mosni, és továbbra is érdemes ruhát cserélni. Idén is átadják Gyöngyösváros legrangosabb kitüntetését. A képviselők döntése értelmében a díszpolgári címmel együtt járó Procivitate díj egyéni jutalmazottja, dr. Elek Ilona, a Bogátpál Kórház szemészfőorvosa és Palik Tibor gyöngyösi vállalkozó. A csoportoknak adható elismerést a Gyöngyösi Kézilabda Klub érdemelte ki. Elek Ilona szemészfőorvos 23 éve dolgozik Gyöngyösön. Eredetileg traumatológusnak készült, végül a szemészet területén találta meg valódi hivatását. Azt mondja, olyan szakterületet keresett, amely összeegyeztethető törékeny testalkatával, a családdal, de lehetőséget ad műtétek elvégzésére is. Számos elismerést kapott már, köztük országosakat is, mégis különösen meglepte a város döntése. Én azt gondolom, hogy egy ekkora kitüntetés valami hőstettért jár. És én egész életemben soha semmi mást nem csináltam, csak azt, amit a legjobban szeretek csinálni. Olyan emberek között, akiket nagyon szeretek. Nem mentettem ki senkit az égő házból, semmi csodát nem tettem. Azt mondja, már elhiszi, de még mindig zavarban van. Pedig számos szakmai siker és személyiségéhez köthető elismerés igazolja, jó helyre kerül a kitüntető cím. Az ő nevéhez köthető például az egyéves gyerekek szemészeti szűrése, amelynek köszönhetően Gyöngyösön és környékén igazolhatóan kevesebb a kancsal gyerek, mint az országos átlag. Azt mondja, a gyermekszemészet különösen közel áll a szívéhez. Mint ahogyan Palik Tibor szívéhez például a mátrai turizmus. A cégvezető már a rendszerváltás előtt vállalkozó szellemű volt, akkor GMK-t alapított, már a részvénytársaságot vezet, ahol 200 dolgozót foglalkoztatnak. A gépek javítása, bérbeadása után és mellett a gyógyvízpalackozás következett. Ehhez néhány éve kapcsolódott az új szerelem, a mátrai turizmus. Az Adrenalin Park, a Libegő, a Sástói Kemping. Azt mondja, az elismerés őt is jól esően meglepte. Tulajdonképpen egy ilyen számvetést végeztem magamban, hogy most ez a díj miért is. Magamat is meg kellett győzni arról, hogy egyáltalán érdemes vagyok én erre a díjra, mint ahogy a főváros asszony is mondta, azt hittem, hogy tényleg nagyon nagy dolgokat kell arra művelni, és én is csak a munkámat végeztem és dolgoztam. A csoportoknak járó elismerést a kézilabda klub kapta. A csapat most soha nem látott siker kapujában áll, mondja Nagy Attila elnök, aki évekig maga is kézilabdázott, most pedig a helyi klubot vezeti. Azt mondja, a siker mögött a sportolók és szakemberek mellett számtalan támogató is áll, akik nélkül nehezen lehetne ilyen eredményeket elérni. És ebben a sikerben az előző évek munkája is visszaköszön. Előttem nagyon sok olyan ember volt, aki ezt folyamatosan vitte, és egyre magasabb szintre tudtam emelni. Úgyhogy nekem szerencsém volt, hogy én most tudtam becsatlakozni ebbe a csoportba, vagy ebbe a kis csapatba, és hát tudtam talán lendíteni rajta egy picit, és eljutni tényleg arra a helyzetre, hogy most azt tudjuk mondani, hogy Gyöngyös kézlabdás történelme szerintem legmagasabb vonulatában van, és hát gyakorlatilag a nemzetközi szereplés lehetőség is megnyílt előttünk, ami eddig sohasem volt. Mindhárman azt mondják, a munka nem áll meg, szívügyüknek tekintik, amit csinálnak. Amihez most újabb lendületet adhat az az elismerés is, amit a vírushelyzet miatt idén sajátos körülmények között vehetnek át, ami az értékéből azonban semmit nem von le.
Személyes adatait és pénzt akar kicsalni egy gyanútlan termelőtől egy telefonos csaló a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nevében. Ezért felhívják a lakosság figyelmét, hogy a NÉBIH munkatársai telefonon soha nem kérnek személyes adatokat, továbbá nem kínálják pénzért a hivatal által készített tájékoztató anyagokat és kiadványokat. Ha valaki mégis ezt tapasztalja, biztos lehet benne, hogy csalókkal van dolga, ezért érdemes elővigyázatosnak lenni és jelezni a hivatalnak. Személyes adatot és pénzt akart kicsalni egy telefonos csaló a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nevében egy gyanútlan termelőtől. Az esetről Veres Gabriella, a NÉBIH munkatársa számolt be televíziónknak. A NÉBIH a hivatal ügyfélszolgálatára érkezett megkeresés alapján értesült arról, hogy május 13-án ismeretlen személy magát a NÉBIH munkatársának kiadva személyeket kért és szerzett meg által a telefonon felhívott dísznövénytermesztőtől. A hatóság nevével visszaélő telefonos csaló valótlanul azt állította, hogy a vírushelyzetre való tekintettel egy évig a piacon történő árusításhoz NÉBIH engedély szükséges, melyet 25 ezer forintos negyedévi külön díj ellenébe tud beszerezni. Ebben az ágazatban most először történt ilyen eset. Veres Gabriella leszögezte, személyes adatot sosem kérnek telefonon ügyfeleiktől, valamint a hatályos rendelkezésekről és a hivatal intézkedéseiről minden esetben a NÉBIH hivatalos fórumain keresztül tájékoztatják az érintetteket. Az ügyfeleink részére készített tájékoztató anyagok, segédletek pedig díjmentesen elérhetőek a hivatal honlapján, hasonlóképpen a NÉBIH különböző kiadványaihoz, mint például a Konyhasziget. A NÉBIH munkatársai azt javasolják, hogy telefonos megkeresés esetén ígérjenek visszahívást, és nézzenek utána a megkereső hívó számának. Ne adjanak ki telefonon személyes adatot, és a közösségi oldalakon se osszanak meg igazolványt, tagsági kártyát. Ha pedig felmerül a csalás gyanúja, akkor jelezzék a hivatal felé. A csapatsportágakon belül a Magyar Vízilabda Szövetség mondta ki utoljára, hogy befejezetten tekinti sportága valamennyi versenysorozatát. A gyöngyösi aligátorok a szenőr és utánpótlás szinten voltak érintettek a május 15-i döntést illetően. A szövetség határozata nem érte váratlanul a gyöngyösieket, tudtuk meg Roska Lászlótól, a klub elnökétől. Minden sportágban, a vízilabdában is az a megoldás született, hogy nem folytathatjuk a bajnokságokat. Lezártnak tekintették és törölték ezt a bajnoki szezont. Miben érinti a gyöngyösi aligátorok vízilabdaklub csapatát ez? Hát az OB2-es bajnoki szezon és az Észak-Kelet Liga kupának három korosztályát érinti. A klub elnöke elmondta, örültek volna annak, ha van lehetőség a folytatásra, de természetesen az egészség védelmét mindennél előrébb valónak tartják. Bánat mindenféleképpen, egyrészt ugye, hogy nem edzhetünk, megszakadt a felkészülési folyamat, gyakorlatilag derékba tört. Ha a gyerekekkel kezdem, ugye ott három korosztályban indultunk, a serdülő korosztályt kivéve igen-igen jó helyen álltunk, úgyhogy ez mindenféleképpen rossz hír. Dobogós helyezésekre és esélyesek voltunk a bajnokság végén. Az OB2-ben pedig, ugye, ahol még én is játszom, azért rossz, főleg, mert nagy nehezen átvergődtünk az alapszakaszon, ami mindig egy rémálom, ugye itt a területi adottságnál fogva. És most kezdődött volna pontosan a középszakasz, illetve majd a végén a rájátszás, ahol hasonló kvalitású csapatokkal csapattunk volna össze. A klubvezető és az edzők egyenlőre pihenőt adtak a gyerekeknek és a felnőtt csapatnak is, annál is inkább, mivel pillanatnyilag a gyöngyösi strand még zárva van. A tervek szerint nyáron táborokkal igyekeznek majd bepótolni az elmaradt edzéseket, mérkőzéseket.
Áprilisban több mint 5000 főt bocsájtottak el országszerte csoportos létszámleépítés keretében. Az azt megelőző hónapban a kijárási korlátozás bevezetésének időszakában 1098 főt bocsájtottak el így, miközben februárban még 363-at. Az előző években átlagosan 300-400 körül ingadozott a havi adat. A ma közzétett adatokból kiderült, hogy áprilisban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 330.700 álláskereső szerepelt, ami 69.000 fős növekedés az előző év azonos időszakához képest. A karácsonyi csúcsidőszakot is meghaladta egyes áprilisi napokon a kikézbesített küldemények száma a futárszolgálatoknál. A koronavírus okozta járványhelyzet érezhetően felpesdítette az online rendeléseket. Az egyik futárcég idén áprilisban 90%-os növekedést produkálta a vásárlókhoz eljutatott küldemények szegmensében a tavalyi év azonos időszakához képest. Leginkább a tisztítószerek, vitaminok, digitális oktatás és távmunka kiegészítő kellékei, valamint a bútorok, lakásfelújításhoz és kertrendezéshez szükséges eszközök és sportszerek iránt nőtt meg a kereslet. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Megteltek a kávézók, sörözők megnyithattak, a diszkók még nem. Enyhítések újra használhatják a játszótereket. Orvosvállalkozó kézilabdaklub idén is odaítélték a Procivitate díjakat. Gyöngyös és a térség legfrissebb híreit látták, aktuális lesz holnap is, tartsanak majd akkor is velünk. Szép estét, viszontlátásra!